Ivartalanítással csökkenhetnek az epilepsziás tünetek kankutyámban? Az epilepsia egy olyan megbetegedése, egy központi idegrendszer az agynak egy olyan megbetegedése, amely egy jelentősen kutatott, de oktanában nem mindig egyértelmű megbetegedés. Vannak olyan esetek, amelyek összefüggést mutatnak a hormonális háztartás változásaival, de ezt főleg szukánál mutatták ki kankutyában az agresszivitás, a, a, tesztoszteron, tehát a hímnemi hormonok által meghatározott viselkedés, kan kutya viselkedése, esetlegesen a kankutyák közötti rangsorvita, vagy, vagy területvédő, kisebb-nagyobb csetepaték, háborúskodás, verekedés, harapás, ezek a, ezek a mondjuk agresszív vagy agresszivitást mutató cselekedetek azért mint, mint egy felfokozott izgalmi állapot, ezek egy olyan esetben, amikor van egy epilepsiás hajlama az állatnak, akkor bizony provokálhatja az epilepsiás tüneteknek a megjelenését. Tehát nagyon szűk körben, nagyon szűk eset csoportot feltételezve elképzelhető, hogy az epilepsiás tünetek megjelenésének a számát tudjuk csökkenteni, de ez mondom csak nagyon speciális esetekre igaz, amikor az, a hím nemi hormonok által kiváltott hát agresszív vagy agresszivitásba hajló cselekedetek izgalmi állapota provokálja a tünetek megjelenését. Tehát a, az epilepsiás tünetek megjelenését.